Karaván Família már többször volt itt nálunk, és beszéltek már zenéről, főzésről, minden ilyesmiről, de most kezdjük talán Ica veled, mert hogy csodálkozom, hogy ilyen nyugodtan ülsz most a helyre, mert hallom, hogy leszoktál a dohányzásról, és hogy ez nagyon idegessé tesz most. Próbálok, de... Ez újévi fogadalom? Igen, de ez most csak egy látszat. Egyébként belülről így szétvet az ide, szóval a dű, vagy nem tudom mi, a feszültség. De jó úton haladok, igen. Most ezt fogadtam meg, hogy szilveszte, de pont éjfél 45-kor még cigiztem, 11-45-kor. Éjfél után nem gyújtottam. Éjfél után nem gyújtottam, pedig még bulisztunk is. Na és hát Niki, ehhez, Isten, mit szóltok ehhez, hogy ez most így hirtelen? Támogatjuk mindaddig, amíg elviselhető. Hogy igen. Amíg nem zökken ki teljesen a nyugalmából, addig támogatjuk, de hát úgy voltunk vele, hogy ő szánta el magát, biztos megvan rá az oka, tehát akkor, ha nem egy kényszer, akkor úgy csak könnyebb. Hát mi vagy honnan jött hát ez az elhatározás? Nem fogadalom? Vagy ez? Fogadalom hát volt, egyszerűen semmi, csak azt gondoltam, hogy dohányoztam már eleget, most akkor egy új időszámítás, én mostantól nem dohányzom, meg hát Istvánnak a mennyasszonya, ő is azt mondta, hogy tegyük le itt a ketten. És akkor képzeld, ha van segítség. Igen, és így végül is van rajtam egy picit is nyomás, képzeld, mert azt mondta, ha nem teszed le, akkor minden este úgy fogsz elaludni, hogy miattad dohányzom. És akkor így mondtam, úristen, mekkora terhet tett a lánya vállamra, hát akkor meg kell, hogy tegyem, de én is persze benne voltam, én is nagyon szerettem volna letenni. De így együtt talán így könnyebb. Együtt sokkal jobb, és képzeld, van kivel megbeszélni, hogy te hogy érzed magad, te hogy kell. Ideges vagyok, te is? De biztatják egymást azért. De mi az, hogy csak ki vagyok? Kiesnek a dolgok a kezemből, képzeld, komolyan. Ti fiatalok, ti fogadtatok meg valamit egyébként, hogy így szolidaritásból így? Nem. Én nem vagyok ennek a híve, tehát hogyha én valamit szeretnék, akkor azért minden nap teszek az éve. Tehát nem várok azért egy évet, hogy valamit megvalósítsak, de persze ez egy szép dolog, de én nem szoktam. Hogy teltek az ünnepek? Meséltek egy kicsit a karácsonyról, ugye azt tudjuk, hogy remek szakácsnő az van a háznál. Ki készítette az ünnepi fogásokat? Együtt? Az egész család? Mindenki? Még a fiú is, mindenki. István is. Kivéltem. Mi csinálta István? Melyik részét csinálta? Nem, a sütés, krumpli sütést azt vállaltam, illetve ilyen kis asztali grillen, ilyen répa, zöldségek, úgyhogy ilyen egyszerűbb dolgokat azt már én is vállaltam. És azért megtalálhatóak a hagyományos dolgok is, tehát a halászlé töltött káposzta, azok klasszikus. Halászlé nem. Az nem? Nem szeretik. Valamiért nálunk. Nem szeretitek a halászlé maradt. A töltött káposzta az. A töltött káposzta az minden mennyiségben. Húsok vannak, sült húsok, igen. A halászlé sajnos az nem. És figyeljetek, az a legdurvább, amit olvastam rólatok, hogy mindenkinek a szobában van egy karácsonyfa, hogy az hogy tudjátok össze? Nagyon. Az enyém szem, mint a tiéd. Gyere át, nézd meg, vagy az másiknak örülünk, de tényleg külön fánk mindenkinek. És mindegyik más színű, az a legjobb, tehát nem is tudom, hogy alakult ez. De tényleg, igen, szóval ki kezdte ezt el? A kicsi miatt. Körülbelül egy ilyen 4 éve. Igen. 4 éve csináljuk. Mert hogy van egy nagy fa a nappaliba, az a család közös. És akkor ő szaloncukrokat akart felakasztani, és mondtam, jaj, ne, cica, hát az már ne. Kérlek. Jó anya, akkor kérek külön fát. És akkor van neki színes, ami mindenféle szín, aztán lett Nikinek. Ja, látom, itt már látszik. Hát igen, és akkor így, szóval így vannak. Ez volt az István. De mi nagyon szeretjük a karácsony, mert nagyon hamar elkezdünk készülni. Hát szeretjük ezeket az előkészületeket. Mi az adventi időszakban azért ez nagyon fontos, hogy akkor már elkezdjük magunkat is felkészíteni. Na ez volt a Niki fája. Hát ez nagyon azt aggatott rá, hogy akkor. És itt a bizonyíték. Most már senki nem veheti el tőle is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Kitartás. Meg lesz. Sok erőt. Köszönjük. Sziasztok.